Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves nézőket is. Mai vendégem és beszélgető társam Pető Zsolt, a MOHU vezérigazgatója. Ugye a MOHU a MOL leánycége, méghozzá az a leánycége, amelyik egy 35 éves konceszió keretében elnyerte a magyarországi hulladék gazdálkodásnak a jogát és tulajdonképpen mondhatom azt is, hogy a felelősségét. Tisztelettel köszöntöm itt a stúdióba. Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat. Aktuálisabb nem is lehetne a beszélgetésünk, mert hogy július 1-től már a gyártók nem hozhatnak forgalomba olyan terméket, üvegpalack, PET palack és alumínium dobozokról beszélünk, Amin nincsen feltüntetve az a bizonyos kód, amivel visszaváltatóvá válik a termék. De, még mielőtt erről beszélnénk, beszéljünk egy akcióról, ami most fejeződött be. Ugye a fenntarthatósági Témahéttel kezdődött, és május végével fejeződött be. Ennek a címe az volt, hogy elő a telóval, középiskolásokat céloztunk meg ezzel az akcióval, ebben az akcióban, ebben a kampányban nyugodtan mondhatom, a Kékbolygó Alapítvány, a MOHU és a Pontfelem Kft. vett részt, tehát hárman vettünk részt ebben a kampányban, és azt céloztuk, hogy a gyerekek, fiatalok, persze az idősebbek is részt vettek ebben, minél több elemet, használt elemet és használt telefont gyűjtsenek. A néhány szám, és aztán majd kíváncsi vagyok a véleményére, hogy hogyan értékelik a végeredményt, csak néhány számot szeretnék mondani. Az egyik, ami engem egészen vágott, hogy ezek az apró pici kis elemek, amiket használunk, a távkapcsolóban, mindenféle otthoni elektronikai kütyüknek a, 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 használata során 30, több mint 38 tonnát, Igen. több mint 38 tonnát gyűjtöttek ebből össze. Ez hihetetlen szám nekem. ez az egyik. A másik, hogy közben volt azért egy, egy reklámkampány is, én csak az eléréseket tudom mondani, vagy legalábbis néhányat ezek közül. A TikTokra 16 kisfilm került ki, ezeknek az átlagos nézettsége, tehát mindegyiknek a nézettsége, tehát átlagosan mindegyiket megnézte legalább 700 ezer ember. Az elég jó, én azt gondolom. Abszolút. És a Facebookra pedig nagyjából a Facebookon egy olyan másfél milliós Felhasználói elő, elérést produkáltak. Kicsit hosszú volt a bevezető, de nekem egyrészt az a kérdésem, hogy, hogy ez a várakozásoknak megfelelően alakult a kampány. Tehát mi az önök véleménye, a szakmai álláspontja? A másik, hogy Érzékelhetően mindezekből a számokból, amiket idéztem, részben az összegyűjtött elemek számából, részben pedig a, a TikTok és a Facebook érdeklődés vonatkozásában, hogy igenis, a fiatalokat meg lehet fogni, ezzel a témával igenis a fiatalok érdeklődnek, és nemcsak, hogy érdeklődnek, hanem partnerként is lehet rájuk számítani. Na, ez a két kérdés, amit ezzel a kampányra kapcsolatban szeretnék tisztázni. Abszolút én teljesen egyetértek. Nagyon-nagyon közel áll a szívemhez ez a kampány és nyilván a, tudunk beszélni a darabszámokról, meg hogy milyen sok telefont és milyen sok elemet hoztak be a diákok, az iskolások. ez nagyon fontos, hogy az a megtanítjuk őket arra, hogy szelektíven kell gyűjteni, egyébként nem csak az elemeket, és nem csak a telefonokat, és a körforgásos gazdaságba vissza kell hozni ezeket a hulladékká vált tárgyakat. Ami miatt én nagyon sikeresnek ítélem, az az, hogy az előző évekhez képest én azt gondolom, hogy nagyságrendekkel nőtt az iskoláknak a száma, több mint 30%-kal, a, a diákoknak a száma, akik részt vettek ebben az akcióban. És nyilván ezek a volumenek, tehát hogy ezekből a pici elemekből két kamionnyi elem jött össze, több mint 6000 mobiltelefont adtak le az alatt az 5 hét alatt, amíg zajlott ez az akció. Ez nagyon-nagyon sikeres. Na, megnéztem néhány ilyen TikTok ö, csatornára szánt felvételt, ugye a fő üzenet például az egyikben az volt, hogy ami már neked nem kell, és ami tulajdonképpen hulladék, abból még lehet aranyat, ezüstöt és ezet visszanyerni. És egy pár másodpercben, ezek ilyen rövidkebb kis videók, ö, nagyon közérthetően a fiatalok számára világosá tette, a videó, hogy igen, ami a kezedben van, az valójában nem hulladék, hanem érték, nem a te számodra, hanem azok számára, akik ezt az értéket ki tudják nyerni belőle egy megfelelő technológia használatával. Tehát akkor sikeresnek ítélni, akkor az, érdemes az, ezt igen. folytatni és jövőre ugyanilyen kampányt csinálni? Fognunk folytatni, és arra fogunk törekedni, hogy még több iskola és még több diák legyen bemomba. Ugye az nagyon fontos, a hallgatókkal már beszél, vagy a hallgatók, akik folyamatosan figyelemmel kísérik a, a podcastokat, nyilván tudják, hogy a fenntarthatósági téma hét egy hétig tart, minden évben, áprilisban, és most már több mint 400 ezer gyerek vesz részt, fiatal vesz részt ebben, idén is annyi volt, tavaly is annyi volt, sőt már több mint 400 ezer, tehát egy meglehetősen sikeres kezdeményezésről van szó, és ezt fejeltük meg, ha úgy tetszik, vagy ezt hosszabbítottuk meg ezzel a kampányjal, hogy akkor ne egy hétig foglalkozzunk csak ezzel a kérdéssel, hanem 5-6 héten keresztül, és legyen egyfajta aktivitás, ne csak az utcán gyűjtsék a szemetet, ez se rossz, hanem e, lássák e, az értékét is annak a munkának, amit végeztek. Tehát ez egy hasznos dolog volt, elégedettek az eredménnyel, és lesz folytatás. Ez mindenképpen jó hír. Na, és akkor az első kérdés. Július 1 a mai naptól, ahogy ezt mondottam, a gyártóktól nem jöhet ki, nem jöhet ki olyan boros palack, nem jöhet ki olyan pesgős palack, nem jöhet ki olyan sörös palack, olyan pet palack és sörös doboz sem, amin nincsen föltüntetve az a kód, amivel visszaválthatók ezek, illetve amivel a fogyasztó azt az 50 forintot megkapja, amiben mindegyik, petpalack is, borospalack sörös palack is, és az alumínium dobozok is, amiben egyébként ez a használt palack kerül, tehát amit ő a visszaváltás révén majd megkap, amit vagy levásárol, vagy a számlájára kerül, ez részletkérdés. Tehát mostantól nem kerülhet ilyen könyártótól, ugye ez egy pontos információ. Abszolút, ez így van. Július 1 nem kerülhet forgalomba. A, beszéljünk egy picit a múltról, mert ö, ugye a Mohu már lényegében január 1 után elkezdte telepíteni az automatákat. És amikor Világi Oszkár a, a, a MOL helyettesével készítettem egy interjút egy fél évvel ezelőtt, még karácsony előtt, akkor kiderült, hogy a gyártók lobbiztak azért, hogy egy fél évet kapjanak még, tehát még fél évet csúszson a visszaváltásnak e a lehetősége, és ez a kód csak Július 1 kerüljön kötelezően rá a termékekre. Így aztán most egy darabig lehetett olyan terméket is venni, ami már rajta volt ez a kód, meg olyan terméket is, ami nem. Uh, hogyan értékeli ezt, hogy, hogy miért miért volt ez megoldhatatlan, megoldhatatlan? Uh, ilyen értemben megoldhatatlan uh, feladat a gyártóknak, és miért lobbiztak azért, hogy ez egy fél éves uh, késéssel uh, történjen csak meg? Um. Én azzal szeretném kezdeni, hogy miért fontos ez a visszaváltási rendszer. Ugye több országban bevezették, már nagyon sok helyen Európában, de Európán kívül is. A visszaváltási rendszerrel az egyszer használatos italos palackoknál 90%-nál magasabb visszagyűjtési arányt lehet elérni, ami azt jelenti, hogy újrahasznosításra tudnak kerülni több mint 90%-ban ezek a palackok. Egyébként ez nyilván a gyártóknak is az érdeke lenne. Magyarországon szokatlanul hosszú volt ez a felkészülési idő, ahhoz képest, ami esetleg más országokban volt. Ez számomra csak annyit jelent, hogy megfelelő idejük volt a gyártóknak, hogy fölkészüljenek erre a július 1 indulásra. Most már nincs appelláta. Nincs. Most már mindenkinek. Igen ám, de lesz egy átmeneti időszak. Tehát most ugye mi fog történni, amit már megvásárolt a forgalmazó a kereskedő múlt héten egy hónapja, és még nem adta el, legyen szó borról, sörről, bármiről. Egyszerre lesz fönt a polcokon még egy darabig, valószínűleg jó néhány hétig, lehet, hogy jó néhány hónapig olyan termék, ami visszaváltható, és olyan termék, ugyanaz a termék lényegében, ami pedig nem visszaváltható, mert még nem nincsen rajta az a kód, ami, az, ami alapján az automata visszatudja a vásárlónak az 50 forintot utalni. Fölkészültek arra, hogy ezt hogyan kezeljék? amivel nagyon fölkészültünk, és azt mondhatom, hogy 3000 automata fog július 1 működni, ez többnyire a legnagyobb boltokban, egyébként pedig már több mint 1000 kisebb bolt, büfé, regisztrált a kézi visszaváltó lehetőségre, tehát több mint négyezer helyen tudjuk fogadni a palackokat, hogyha azt valaki vissza akarja vinni. Nekem személy szerint tapasztalatom, hogy a maguk az eladók, a boltosok szoktak figyelmeztetni, hogy amikor kifizetem, hogy ez már visszaváltós, ez már az 50 forintos visszaváltási rendszerben van ez, van ez a palack. Egyébként, mivel e, még kiraktak a polcokra július 1 előtt is, egyébként a forgalomba hozattal az annyit jelent, hogy a gyártó már e, ilyet gyárt július 1 után, de még raktárból még mindig kerülhet ki. Eh, ahogy mondta, tulajdonképpen egy két-három hónap lesz még ez az átmeneti időszak, amíg ilyen termék is, meg olyan termék is lesz, és mi úgy számolunk, hogy valamikor szeptember-októbertől jutunk el odáig, hogy a polcokon már egyszer használatos palackoknál csak az 50 forintos logóval ellátott lesz a polcokon. Tehát, hogyha mondjuk egy év múlva beszélgetünk, és értékeljük, hogy hogy sikerült az első esztendő, akkor már egészen biztosan a polcokon, csak olyan, Palackok lesznek és dobozok lesznek, amik ezzel a visszaváltható kóddal vannak ellátva. Szerintem igen. A, ugye üveg 50 forint, pet palack 50 forint, alumínium doboz 50 forint. Ugye itt vannak uniós elvárások, uniós előírások is. Igen. Méghozzá meglehetősen magas előírások vannak, és a Mohunak is vannak célszámai, méghozzá nem is akármilyen célszámok, ugye a és nem csak, fontos hozzátenni egyébként, hogy a mohu ugye nem csak ezeknek a palackoknak a visszaváltásával foglalkozik, hanem nagyon sok mindent e, e, gyűjt. Csak mondom, hogy a hallgatók azért ezt tudják, tehát műanyag, csomagolóanyag, nem csak PET palack, gumiabroncs, nagyon fontos, papír, szintén fontos, használt sütőolaj, erről egyszer már beszéltünk a világoszkárral, üveg, csomagolás, ez az egyik, amiről beszélünk fa, csomagolás, textil, roncs autó, nem gondoltuk volna, elektronikai termékek, erről beszéltünk az elemek meg a használt telefonok és használt elektronika, hogy ők elem és akku, akkumulátor, és fém e, csomagolás, tehát sokkal szertágazóbb e, az a termék, mondjuk így az a termékkör, amit önök e, e, visszagyűjtenek, és aztán majd újra hasznosítanak, vagy újra hasznosíthatóvá tesznek. Most mégiscsak maradjunk az üvegnél, a pet és az alumnál, alumíniumnál. Az alumíniumot látom a legegyszerűbbnek, uh -huh. mert ugye az alumínium esetében az van, ne laposra, ugye? Igen. Ne tapossalaposra. tehát nagyon fontos, hogy most pont eddig fordítva volt, hogy laposta most nem ez lesz, hanem éppen kell az automatába elhelyezni az alumínium dobozt. És az alumínium azért egyszerű nekem, mert az alumínium akárhányszor újra hasznosítható. Nem veszíti a minőségét az anyag. Tehát begyűjtjük, önök elviszik, beolvasztják, újra hasznosítják. Megint. Tehát lényegében nincs veszteség. Uh -huh. A PET már egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert begyűjtjük, megvan a technológiája, hogy ezt hogyan lesz ebből újra műanyagpalack készítésére alkalmas alapanyag, de az én tudomásom szerint minden alkalommal, amikor újra hasznosítják az, az, a, a, a begyűjtött műanyagot, a minősége romlik, tehát új anyagot kell hozzá keverni. Hányszor lehet egy petpalackot lényegében újra hasznosítani? meddig tart ez a körforgás és mikor kell uh -huh. kivonni majd már ezt a műanyagot, és aztán vagy rakóba tenni, vagy pedig elégetni. Úgy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és egyébként azt mindjárt szeretném hozzátenni a hallgatóknak, hogy ugyanúgy, ahogy az alumíniumnál, a fémnél, az üvegre is igaz az, hogy az száz százalékban is nagyon sokszor uh, újrahasznosítható. Újra a PET palack az nem, tehát ha 100%-ban újrahasznosított PET palacknál, azt mondják, hogy 4-5 alkalommal hasznosítható újra. Egyébként az első időszakban, most akár mondhatom, hogy a következő 10-15 évben még körülbelül 25-30 ilyen különböző előírások lesznek évekre, de 25-30 majd el fogunk jutni odaig, hogy 50% vagy 65%-a, a pet palackoknak lesz már újrahasznosított anyagból, és akkor ez a folyamat tulajdonképpen most mondhatom, hogy 8-9 alkalommal lehet ezeket a palackokat újrahasznosítani. A legvégén egyébként meg, meg körülbelül igaz lesz ez a 4-5-ös szám. Magánál az újrahasznosításnál egyébként ledarálják ezeket a pet palackokat, és minden egyes, ugye, darálékot vizsgálják, hogy egyébként mennyire lehet még újrahasznosítani. Tehát itt maga az újra hasznosítási technológia is sokkal bonyolultabb, mint fémnél, illetve az üvegnél. Igen, láttam erről egy kis filmet, hogy a, ezt a darálék utána fölhevítik, és ilyen kis apró műanyag golyók lesznek belőle, és akkor ezeknek a műanyag golyóknak egy megfelelő technológia eljárással az újrahasznosítása révén tudják fújni, a PET palackot. tehát nem az van, mint az üvegnél, hogy akár újra tölthetem az üveget, nem újra töltöm a PET palackot, hiába tiszta, azt bedarálják, és lényegében egy, egy technológiai folyamat végén kapom uh -huh. majd meg a, a, PET, a következő PET-palackot. Tehát a vége most az, hogy azért mégiscsak meg kell semmisíteni öt vagy hat uh, újrahasznosítás után. Hát bízunk abba, hogy közben vannak kutatások, uh -huh. hogy hogyan lehetne ezt a, a, az időszakot, az újrahasznosításnak a, az időszakát, hogyan lehetne meghosszabbítani, és reméljük, hogy ezek a kutatások eredményre vezetnek. Nézzük az üveget. Uh -huh. Hogy az üvegnél két lehetőség van. Az egyik az úgynevezett egy termék termékutas, uh -huh. amikor összegyűjtöm az üveget, bedarálom, összezúzom Igen. és beolvasztom. És újra üveg készül belőle. A másik a több utas, amikor ez nem történik meg, hanem begyűjtöm az üveget, tisztítom, mosom és újra töltöm. Igen. Ezek, amiket mi leadunk majd, és amikért majd 50 forintot fogunk kapni, ezek melyik kategóriába tartoznak? Ezek az egyszer használatos üveg egyszer kategóriába használatos tartoznak. Üvegek. És tehát ezeket be fogják darálni, és aztán újra olvasztják majd. Újra üveg lesz. Újra üveg lesz belőle, de újra kell olvasztani. Van-e terve a Mohunak arra vonatkozóan? Mert én laikusként azt gondolnám, hogy talán olcsóbb lenne, vagy legalábbis környezetbarátabb lenne. De lehet, hogy még talán energiahatékonyság szempontjából is jobb lenne, hogyha a begyűjtött üveget, nyilván, hogyha az nem sérült meg, és kellő tisztaságú, hogy azt újra lehetne tölteni borral, sörrel, amivel mm -hmm, éppen mm -hmm. szeretnék nem. újra tölteni. Hogy van olyan elképzelésük, hogy ezt a termékkört ezt bővíteni, tehát több ször használhatóvá, mm -hmm. felhasználhatóvá tenni az üveget is? Én magával az irányjal teljes mértékben egyetértek. Jelen pillanatban az a döntés, hogy egyutas, Üvegben vagy többször használatos üvegben forgalmaz a gyártó, ez a gyártónak a döntése. Tehát igazából nekünk ráhatásunk nincsen. A visszaváltási rendszerrel minden olyan üveg palackot, amit egyszer használatosan hoznak forgalomba, mi fogjuk garantálni azt, hogy újrahasznosításra fog kerülni. A gyártó döntet úgy, hogy átáll, úgynevezett többször használatosra, és egyébként a mi részünk ez abszolút támogatott. Tehát önök, tud, önök, tudnák szállítani. Abszolút. Tehát önök azt a feltételt tudnák teljesíteni, amikor a gyárta azt mondja, hogy nekem már jobban megéri újra hasznosítani az üveget, tehát kérem, kérem vissza, ne daráljátok be, ne olvasszátok be, hozzátok vissza, mossuk, tisztítjuk Igen. és újra töltjük, tehát önök ezt a feltételt tudnák teljesíteni. Szerintem magának a visszaváltási rendszernek akár lehet is egy ilyen hatása, hogy egyre több gyártó fog átállni ilyen többször használatos üvegekre. De most is vannak ilyenek, nem? Vannak, vannak, csak százalékos Ban nagyon kevésen, két 3 százalék. De körül. akkor tőlük lehet, hogy érdemes lenne tanulni. Legalábbis Igen. a Igen. felhasználók vagy a gyártók szerintem érdemes Igen. lenne, hogy tanulmányozzák azoknak a tapasztalatát, akik, akik ma is többször tudják újra tölteni ezeket, ezeket az üvegeket. Ugye nagyon fontos célszámok vannak, uniós célszámok, és a a, a mohunak is megvannak a saját célkitűzései. Az uniónak az előírás ezek viszonylag rövid időt mutatnak, hiszen 2035 az nem olyan mm. nagyon nagy időtáv, tehát 11 évről beszélünk. Csak két dolgot, és aztán, hogyha majd még tart fontosnak tart néhány dolgot, akkor nyilván ezt ki fogja egészíteni. Én azt olvastam, hogy az újrafeldolgozásnál dolgozásnál az a célja a Mohunak, hogy az eddigi 32%-ról most 32%-on állunk, 65%-ra nőjön az újra feldolgozott termékeknek az aránya, és a lerakás pedig, ugye ma nagyon sok minden a le, lerakóba kerül, a lerakás pedig a mostani 51%-ról 10%-ra csökkenjen. Tehát kevesebbet rakjunk le a hulladék lerakóba, és sokkal többet dolgozzunk föl újra. Ez a, ez a két szélszám, ami nekem úgy megragadta uh -huh. az emlékezetemben, és hát 10 évről beszélünk, tehát Igen. ez egy nagyon-nagyon rövid idő. Tehát üzletpolitikai szempontból egy nagyon-nagyon rövid idő, én azt gondolom. Igen, az elmúlt egy évről, most ugye egy éve működünk, hogyha mérleget kell gyorsan vonnom, akkor a leglényegesebb dolgot mondanám két ponttal tudtuk növelni az újrahasznosítási arányt, tehát a 32-ről az első lépést megtettük, most már 34. A lerakásnál még azt gondolom, hogy ebből következik egyébként, hogy kevesebb a lerakás is, legalább azt elmondhatjuk, eddig több, mint a felét raktuk le, most, hogy 49 százalék már csak a lerakás, legalább elmondhatjuk, hogy most már kevesebb, mint a felét raktuk lerakóba, de még mindig csak az első lépéseket tettük meg, és ezek az első kezdeti lépések, nagyon-nagyon sok akciót, programot, együttműködést indítottunk el azért, hogy majd itt tíz éves távlatban a 65%-os újrahasznosítást elérjük. Egy-két példát mondanék: nagyon sok helyen a szelektív vegyes hulladékot, tehát ami egyébként például Budapesten vagy nagyobb városokban egy sárga, úgynevezett sárga kukával történik, és zsákban gyűjtik, még több mint egy millió háztartásban. Mi elkezdtük azt a folyamatot, hogy mindenhol Kukában legyen a gyűjtés, tehát mindenki fog kapni a zsák helyett sárga kukát. Ez lényegesen növeli egyébként a nyugat-európai tapasztalatok alapján is a gyűjtésnek a szándékát vagy a hatékonyságát. De a roncsautót is említette. A roncsautónál egy nagyon érdekes statisztika: 15 éve vezették be azt a rendszert, ahol regisztrálják a forgalomból kivont gépjárműveket. Az elmúlt időszakban mi lényegesen jobb számokat és nagyobb leadási arányt értünk el, mint az elmúlt 15 évben bármikor volt. De még szeretném említeni mondjuk a növényvédőszereknek a műanyag csomagolását, ahol a cseberrel való együttműködésünknek most az lett az eredménye, hogy már majdnem 80 ban visszagyűjtésre kerülnek és újrahasznosításra kerülnek ezek a műanyag csomagoló anyagok. Tehát nagyon nagyon ráadásul veszélyes anyag, hiszen valamilyen van. vegyszer volt benne, permetszer vagy valami így van. egyéb vegyszer volt benne, tehát nagyon, nagyon jó, hogy nem az árokparton pontosan, uh, pontosan. Fújja, fújja a szél egyik helyről a másikra. Tehát nagyon sok ilyen akciót, programot indítottunk el, amivel azt célozzuk, hogy igenis el fogjuk érni ezt a 65%-os újrahasznosítást. Ugye azért ez nem kevés pénzbe kerül a bónak, tehát ez itt ilyen. egy komoly összeget be kell fektetni. Mennyit is pontosan, mennyivel számolnak a következő esztendőkben, összesen mennyit kell befektetniük? Hát minimum 185 milliárdot, de én úgy gondolom, hogy ez inkább 185 milliárd és 300 milliárd forint között lesz valahol az első 10 évben. Tehát a következő tíz évben, akkor ahogy népiesen szokták mondani, alsó hangon 185, Igen. az inkább mondom, 200, biztos, Végy hogy az? el fog érni, és aztán még lesz esetleg egy kis infláció, meg még váratlan Igen. üzletpolitikai helyzetek, tehát ez bizonyára meg fog, jóval meg fogja haladni a 200 milliárd forintot. Ez gyakorlatilag évente 20 milliárd, 20-25 milliárdos befektetést jelent, az egy komoly összeg azért. Igen, Igen. A, ennek a folyamatnak a része, hogy 80 hulladékudvart is akarnak építeni, uh -huh. ha jól tudom. Hogy néz ki egy ilyen hulladékudvar? Mit kell tudni a lakosságnak erről? Tehát hogyan fog ez kinézni? Mert ez egy új dolog tulajdonképpen. A mételepről tudunk, tudjunk, hogy az hogy néz ki Aha. egy mételep, de azt gondolom, ez nem úgy néz ki majd, mint egy korábbi mételep. Csak legfeljebb hasonlítani fog vala a szándékát tekintve <laughs> <Ne, gül> hasonlítani igen. fog hozzá. Egy kicsit nagyobb, és egyébként a, az első hulladékudvarunkat megnyitottuk Esztergomban, és számomra is inkább nem is azt mondom, hogy meglepő, hanem döbbenetes volt, hogy most azon kell már törnünk a fejünket, hogy szombaton 8 óra helyett 12 óráig legyen nyitva, nyitva, tartva, mert, mert olyan sorban állás van, és egyébként a, a, a hétköznapokon is több mint száz ember megy el leadni a hulladékát. De a hulladék udvar egyébként igen, a mi hulladék udvarunk az az eddigi hagyományos hulladék udvar, és egyébként egy mételep vagy egy fémtelepnek a funkcióját is be fogja látni, vagy el fogja látni. Tulajdonképpen minden hulladékot, amit szelektíven lehet gyűjteni, azt le lehet adni ezeken a telepeken. Ez két dolog miatt fontos, tehát van olyan, lehet olyan egy költözésnél, vagy hirt, valaki vesz bútort, hogy hirtelen nagyon sok csomagolóanyag jelenik meg nála, amit nem tud ugye a, a szelektív kukájában elhelyezni, akkor irány a hulladékudvar, és ott le lehet adni nagyon nagy mennyiségű hulladékot is. És aztán vannak olyan hulladékok, amiket ugye nem lehet a szelektív kukába berakni, használt sütőolaj már szóba kerül, de ilyen lehet a fáradt olaj, Bármilyen veszélyes hulladék, tehát ugye a festékes doboz, vegyszeres Igen, anyagok. Maradék vegyszer, eh, például maradék, maradék, maradék vegyszer, festék, amit nem tudunk, csak mind, tegyük, mind, tesszük egyik polcra a másikra. Így van. Elem, mobiltelefon, elektronikai hulladék, bármilyen kisgép, nagygép. Ez, amit lehet, esetleg, ez, ez lehet egy használt hűtőszekrény egy is. Egy használt hűtőszekrény, a, a tévé, amit már nem használunk, ha lomtalanításnál tesszük ki akkor nagy valószínűséggel nem fog újrahasznosításra kerülni. Ha elvisszük egy hulladékudvarba, ott szelektíven van eleve tárolva, majd utána a megfelelő újrahasznosításra tovább fogjuk küldeni. Én Luxemburgban láttam, még amikor európai parlamenti képviselő voltam, akkor Luxemburgba elvittek egy ilyen helyre, és ott, ott láttam egy ilyen nagyon jól működő hulladékudvart, Uh, úgyhogy minta van, és hát ha jól értem, akkor az Már első, az, az, az esztergómi is nagyon jó Igen. tapasztalatokkal uh, járt, tehát ez azt mutatja, hogy a lakosság részéről, az emberek részéről, nem csak a fiatalok részéről, hogy az előbb beszéltünk az elemgyűjtés kapcsán, hanem az idősebbek részéről is megvan a szándék, megvan a hajlam, hogy egy tisztább, élhetőbb környezetet biztosítsanak a maguk számára, és a, ami eddig szemét volt, vagy ami az utcára, vagy az árokpartok került, azt inkább elviszik és újra hasznosíthatóvá, újra felhasznál, felhasználhatóvá teszik, ez mindenképpen jó hír, és akkor még ugye megvan egy, akkor még 79-et kell építeni. Igen, igen, igen. igen. <laughs> Az Fölmértük, föl hogy hol vannak azok a Melyek azok a települések, vagy hol vannak azok a helyek, ahol nincs ilyen hulladékudvar a környéken? Elkezdtük a beszélgetéseket, egyeztetéseket az önkormányzatokkal. Évente tizet fogunk tudni, nagy valószínűség szerint, tehát itt is egy ilyen tíz éves távlatban. Én azt mondhatom, hogy minden tízezer fő fölötti településen lesz ilyen, és egyébként mindenhol, ahol nem elérhető mondjuk 15 kilométeres körzetben, ott fogunk nyitni új hulladékudvart. Ez mindenképpen jó hír, azt gondolom, hiszen akkor a szállítási költség és a szállítási idő és fáradtság azért nem lesz olyan elviselhetetlen, Tehát mindenki, akinek van egy kicsit is affinitása, Igen. ahhoz, hogy tényleg tisztább legyen a környezete, ahhoz a feltételt tíz év múlva már az ország minden pontján biztosítani tudják. Kanyarodjunk vissza itt a beszélgetés végén, kanyarodjunk vissza a ma a július 1 i dátumhoz, hiszen ugye beszéltünk arról, hogy most egy átmeneti idő lesz, ugye azt mondta, hogy talán szeptemberre már lekerülnek igen. a polcokról azok a termékek, amik még nem visszaválthatók, de lesz egy időszak, és ez a nyári időszak, amikor viszem a mondjuk a sörösüveget vissza, az egyik ugyanaz a termék, mondjuk soproni ászok, és az egyiken van 50 forintos jel, a másikon nincs. Na most beteszem az automatába, az egyiket elfogadja az automata, a másikat visszaadja. Mi történik a másikkal? Lesz mellette egy olyan konténer, hova én elhelyezhetem úgy, mint korábban? Igen, mi erre kértük az összes partnerünket, hogyha minden automata mellett legyen elhelyezve egy olyan edény, ahova lehet dobni azokat, amiket még nem vesz vissza az automata. Igen, tehát akkor Kérjük arra a kedves fogyasztókat, hogy ebben az átmeneti időszakban legyenek türelmesek, és Így ne bosszantsák föl magukat, mert igen, lesz olyan termék, amit visszafogadni az automata, mert nincsen még kóddal ellátva. Így van. Reméljük, hogy ez minél rövidebb lesz ez az időd. És van még egy dolog, hogy vannak olyan termékek, amik később sem lesznek visszaválthatók. Mondjuk a befőttes üveg, ugye? Uh -huh. Így van. Tehát lesznek olyan termékek, amiket továbbra is a szelektív kukáknál, a színes üveg, Uh, fehér üveg, papír, stb. stb. Tehát ezeknél a kukáknál lehet majd betenni a kukákba, és azt azok, az, azokat onnan önök elszállítják és újra hasznosítják. Így van. De nagyon-nagyon fontos uh, július 1 meg már most is, hiszen már több mint 6 millió ilyen palackot váltottunk már vissza eddig is, még így július 1 előtt is. Nagyon fontos, hogy innentől kezdve nézni kell, hogy milyen logó, milyen szimbólum van a címkén a palackokon. Na, ezt, 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 akkor ez, legyen ez a záró e, mondat, akkor ezt ez fejtsek egy kicsit, hogy e, ugye január 1-től lényegében már lehet visszaváltani. A gyártóklub, biztos erről beszéltünk. Igen. De mégis már néhány gyártó akkor korábban kijött, nem várta meg a július 1-ét, tehát már föltette a logót. És akkor, ez fontos azért, ezt mondjuk el a hallgatók számára, hogy igen, az elmúlt hetekben, hónapokban már jelentősen nőtt, mert az utolsó mondatából ez következik, Abszolút. hogy már jelentősen nőtt a visszaváltható és visszaváltott palackoknak, üveg, pet, palack és alumínium a száma. Ez ezt jelenti? Így van, szinte duplázódik napról napra, tehát most körülbelül ilyen napi 400 ezer visszaváltásnál járunk, ami ugye föl fog futni ilyen napi milliós nagyságrendre, de már kim vannak a polcok, ilyen palackok, tehát figyelni kell, és mint mondtam, engem mindig figyelmeztetnek rá, hogy vigyázat, itt már öt, egyébként kifizeti az ember az 50 forintot a vásárlásnál. Úgyhogy nézni kell ezt a bizonyos egyszer visszaváltható szimbólum a visszaváltási rendszerrel, ott egy 50 forint van a kör közepében, a több utasokat is el kellett látniuk, vagy ezeket a többször használatosokat egy bizonyos logóval, és hogy a befőttes üveg, vagy bármilyen más olyan, ami egyébként nincs benne ebben a rendszerben, abban meg semmilyen logó nem lesz. Tehát akkor figyeljünk, figyeljünk, hogy mit veszünk le a polcról, figyeljünk, hogy mit, vesz, mit, visz, mit viszünk vissza az automatába, és hogyha nem veszi még az automata vissza, mert még a logó nincs rajta, akkor ne bosszantsuk föl magunkat, de reméljük, hogy szeptembertől, októbertől pedig már minden petpalack, minden üveg, sörös és boros üveg, és minden alumínium doboz Visszaváltható lesz, és senkinek semmilyen bosszúságot ez az átmeneti időszak már a továbbiakban nem okoz. Én nagyon szépen köszönöm Pető Zsoltnak, hogy itt volt velünk, megosztotta velünk a gondolatait, reméljük, hogy egy év múlva majd, amikor teljes e, e, fegyverzetben lesz a mohó. E, be tud számolni majd nekünk arról, hogy hogyan is alakult ez az első év, valóban bekövetkezett az, bekövetkezette az, amiről említett, hogy a néhány százezerről milliós visszaváltásig, napi milliós visszaváltásig jutottunk el. Én is nagyon kíváncsi vagyok erre, úgyhogy szerintem egy év múlva térjünk erre vissza, okay. amikor az első évforduló lesz. <kül> Rendben. Köszönöm szépen Köszönöm a